Sziasztok! Ez itt a szóval legújabb epizódja a A legjobb podcast a hététel. Nem A legjobb podcast jaj, a hétet, hét és folytatjuk is Tóth Mártonnak, Katival és Mortisoltál. Sziasztok! Hello. Sziasztok! <gül> <gül> Mai alkalommal azt a témát fogjuk körbejárni, hogy miért is olyan nehéz kérdezni, illetve hogy egyáltalán nehéz-e kérdezni. És én azért gondoltunk erre, hogy érdemes lehet erről beszélni, mert biztosan sokan tapasztaltuk, hogy is, hogy, hogy egy-egy társalgás, vagy egy-egy baráti összejövetel sokszor úgy egy idő után a semmiről se szól. Tehát, hogy ott vagyunk egymással, el vagyunk, valamiről természetesen beszélgetünk, de hogy a lényegi dolgok kimaradnak. Felszínes? Igen, néha szerintem egy bizonyos értelemben, igen. És ez nem feltétlenül azért van, mert mi rosszak vagyunk, vagy, vagy, vagy valamit nem jól csinálunk, hanem egyszerűen csak elfelejtünk néha megállni, és és tényleg megkérdezni egymást, hogy te hogy vagy? Vagy, vagy, <zoran> vagy, vagy mi van éppen most veled? Igen, ez a hogy vagy, az az egyik legfelszínesebb kérdés. Tehát, nem, Jó, mert ritkán van az, hogy <gítsz> úgy kérdezik meg a másik, hogy hogy vagy. Miközben talán a legfontosabb dologról Tehát A tőljában. legfontosabb kérdést tesszük a legfelszínesebbé. Jó, de hogyha viszont úgy tesszük fel, hogy a mögött látszik az a kíváncsiság, ami a másik tényleges érzelmi állapotára vonatkozik, akkor szerintem egy nagyon figyelmes gesztus lehet belőle. Abszolút. Én kaptam jó, hogy vagyok. -a. Illetve talán én is néhány szor tudtam úgy megkérdezni, ami, ami valóban nem tette felszínesé. Ugyanakkor ez nehéz azért szerintem. Kettőt visszalépve, amit mondtál, az is igaz, hogy egy társaságban, amikor együtt vagyunk, nem mindig a kérdések ideje van. Tehát, hogy nem gondolom azt se, hogy folyamatosan egymást interjú volnunk kéne. Nézek is az Zolira, interjút, nagymester a szakmájából kifolyólag. Ö, ami persze egy válfaja lehet tulajdonképpen csak a baráti beszélgetéseknek, és nem biztos, hogy jó válfaja. Minden esetre, amikor kérdezünk, akkor szerintem valahogy ez egy tök, nagy, tök fontos kulcs tök tényező igazából, hogy valóban érdekele, valóban meg akarom-e hallgatni, vagy meg akarom-e jobban ismerni ezt az embert, és tulajdonképpen igazából ezt nem nagyon kell már szavakkal cizellálni, mert ahogyan ott vagy, már a szemkontaktusra elkezdve nagyon sok minden árulkodik, és tulajdonképpen mert a nyelvi kommunikációban sokkal több minden nagyon erről. Szerintem most két nagyon jó dolgot is mondtál, az egyik a személyes kontaktus, és a másik ugye az, hogy milyen szemlélettel mész oda. És talán mindkettőnek az eredménye az, hogy a, a végén kialakult egy olyan beszélgetés is, amiben olyan kérdések is elhangzanak, én klisésen mondva, vagy a mély kérdések is, uh -huh. amik azt eredményezik, hogy a másikat jobban megismert, ha bár ez nyilván nem szükségszerű de talán manapság ez a két faktor hiányzik legjobban az emberi kapcsolatokból, a személyesség és a valódi, valódi, szándék, hogy a másikat megismerd. Meg ez két ember kell, tehát hogyha van még kérdésed, ott még nem biztos, hogy vannak még válaszok, tehát ez kell egy olyan karakter, aki meg is akar nyílni. És hogy milyen kapcsolat van a két ember, tehát ez szintén azért elég fontos. Igen, mert az ember sebeszetővé tudja tenni magát és nem mindenki előtt akarja magát sebezhetővé tenni. Tehát hiába, hiába kérdezek fantasztikusat egy, egy baráti beszélgetésnél, hogyha azt érzem, hogy a, hogy a másiknak pedig ez most kellemetlen. Tehát ennek van egy ilyen nagyon érdekes bája. Szerintem ezért is fontos, vagy ezért is gondolom ezt a jelenséget a, a, a legközelibb kapcsolatokban, a leg, legaktuálisabbnak. Tehát, hogy nyilván nem arról van szó, hogy most elmész valakivel, akivel olyan nem vagy mindennapi kapcsolatban, vagy nem vagy a legszorosabb emberi kapcsolatban, és akkor kikérdezed őt az életéről, hogy na jó, akkor te most itt meg akarod ismerni, és nem tudom. Hanem talán azt, hogy azokat az embereket, akik mellettünk élnek nap, mint nap, és, és azt gondoljuk, hogy Hát miért kérdezem meg mondjuk a véleményét, vagy, vagy miért kérdezem meg, hogy mi volt ma vele nagyjából? Úgy is tudom, hogy, hogy nézett ki a napja, és, és talán ezekben a, a kapcsolatokban veszik ki ez a jelenség, mm. hogy, hogy igazán kíváncsiak legyünk. Szóval igen, tehát azért a kérdéseknek is többféle fajtája van, és nekem meg most. Musz nekem meg most ez nagyon érdekes abból, amit mondtál. Igazából én viszont a baráti beszélgetésekben sem szoktam feltétlenül nagyon direkt kérdéseket föltenni. Pont azért, hogy érdekel a másik, bizonyos témák is talán, viszont meghagyva azt a szabadságot, hogy azt mondja el, amit szeretne. Ez tapintatosság tapintat vagy, vagy konfliktus kérdés? Szerintem biztos, hogy mindkettő. <laughs> Szeretném azt hinni, hogy, hogy alapvetően, vagy hogy nekem fontos a tapintat, és igyekszem arra törekedni a konfliktus kerülés is benne lehet. Abszolút. Szerintem az akkor jön inkább elő, nem? Ha mondjuk olyan, olyan szándékkal vagy ott, vagy olyan olyan érzésed van, hogy jó, most azt érzem, hogy őt lehet valami zavarja, vagy valami vele nincs teljesen rendben, de nem feltétlenül akarok rákérdezni, mert nem akarok, nem akarok neki nehézséget okozni, vagy úgymond a tapintatosságból, de szerintem amikor ehhez társul egy olyan hozzáállás, hogy majd az idő megoldja, szerintem egy picit akkor csúszik át ez konfliktus kerülésbe, mert, mert egy picit a kérdések és a, és a megoldást a, az időnek a Uh -huh. Nem is tudom, a sarára írjuk, hogy hát. Az hát igen, majd... szóval, hogy a, a kíváncsiság az nem minden. Tehát, hogy ö, ezt újságíróiskolákban szokták tanítani, hogy hát addig ez, Na addig csináld, kérdőd. amíg kíváncsi vagy, amíg amíg valami haj. Oké, okay, az emberi kapcsolatokban is ez is fontos. De hogy ez azt gondolom, hogy nem minden. Így kérdések tekintetében sem. És hogy, hogy nem csak az lehet egy kérdésnek a funkciója, hogy kiderítsünk valamit a másikról. Pusztán az a kapcsolódás, az a törődés, még az is lehet, én azt is el tudom képzelni, ritka és nem feltétlenül szerencsés szituáció hogy annyira fáradt vagyok, hogy valójában nem biztos, hogy mindent felfogok abból, amit mond. De érzem azt, hogy ott és akkor neki számít a meghallgatás. Nyilván, hogyha érződik az, hogy hát egyébként egyik filmen ki, másik filmen, az nem működik úgy. Ö, és akkor az, az nem, is, nem, is, jó csinálni. De, de azt gondolom, hogy nem az információ kielégítés az elsődleges célja a kérdéseinknek. Nekem egy komoly nehézséget jelent, hogy ugye valóban újságíróként az a szakmám, hogy interjúkat készítek és embereket kérdezek és foggatok, hogy ezt ne vigyem át a baráti és ne legyen az, hogy, hogy én vagyok a Csernus doktor, aki életéről kifaggat mindenkit úgy, hogy, hogy az már tapintatlan is. Meg hogy ez, tehát ők élvezik bizonyos szempontból, csak az egy interjú szituáció, nem pedig beszélgetés. Nem nagyon jó kérdés, ha, vagy nagyon jó szó hangzott el ha a faggatás. Tehát, hogy, és épp ez az, amit, amit a, 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 a Marci, amit te mondtál, szerintem ez hm. ott is kiérződött, hogy, hogy, az információ éjség az már egy kicsit a faggatásba megy át, tehát, hogy a kérdéseknek most tényleg nem az a lényege, hogy, hogy, akkor tegyük fel őket görcsösen, tudjunk meg, stb., hanem abszolút a törődés, és, és az, hogy a másik tudja, hogy mi figyelemmel kísérjük azt, hogy vele mi van. Nyilván ez hatalmas ismeretet igényel, hogy ezt te tud, hogy akitől kérdezel, vagy akivel beszélgetsz, ő, ő hogy fogja ezt látni, vagy hogy fogja ezt érzékelni? Igen, hát ez az élet egy része. Tehát most azért nagyon a baráti beszélgetésekről beszélünk mi magunk is ilyen körben. Nyilván azért van, amikor valamit meg kell tudni, ebben a helyzetben szerintem se ez a fontos. Illetve, amit a Zoli mond, az interjú szituáció, az pedig egy harmadik történet. Ott, ott azt gondolom, hogy valahol mint oly sok szakmában, meg művészetben is az van, hogy, hogy hozunk valamit így az életből, vagy a természetből, és akkor annak valami művi megjelenése tulajdonképpen. Tehát, hogy ott pont azért nem feszélyező, mert gondolom én, nem tudom te, hogy éled meg, hogy valakit nagyon faggatsz, mert mert egyszerűen ott, tenne, ott ez így jogot nyer, polgárjogot abban a közegben, hogy azt úgy szabad. Nézzünk, házi jogászunkra. Ó, a eszenek kifejezések. Tehát van annak egy hova tovább legitimitása is abban a beszélgetésben, Ó. mert hogy ott szabad ezt csinálni. Mert, kell, nem? De tudod miért? Azért, mert a másik neked nem úgy fog válaszolni valójában barátként. És ez, ez lehet nagyon fájó egy interjú szituációban, ha úgy éli meg az ember, de végső soron a felszínt kapargattuk. Mert az a másik ember is tudta, hogy itt valahogyan meg kell játszani a magát. Itt bizonyos körülmények között beszélgetünk, mit tudom én, hárman leülünk egy témáról, de csak egy podcast stúdióban vagyunk, és majd néhány száz ember meghallgatja, és akkor mennyire nyílunk meg a másik számára. Na most itt jól előttem a műsorunkat. De hogy azért ezektől a körülményektől teljesen soha nem tudunk elvonatkoztatni, ha őszinték vagyunk. Ez biztos így van, viszont a, tehát a, én azokban a szituációban, ahol vagyok, például az M4 sportnál, sok olyan interjú szituáció van, ahol a másik fél nem is akarna interjút adni, hogyha erre nem lenne kötelessége. <laughs> Ugye erre... De <laughs> ez, elég, 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 rossz helyzet. Hát úgy interjút szavar, készíteni valakivel, <laughs> hogy ő, ő magába vele nem is szeretne. Viszont vannak olyan megoldások, amelyekkel meg ki tudod váltani ezt a kötelességérzetét. érzetét. Szerintem az, hogy figyelsz a másikra, az mind szakmán belül, mind szakmán kívül az egyik legfontosabb, hogy én. tényleg látja, hogy érdekel téged, hogy mit mond. Mert hogyha azt látja, hogy hú, hát ez a, ez a srác most figyel arra, amit mond, és reflektál is arra, amit én mondok, akkor úgy fogja érezni magát komfortosan, hogy ez egy jó, jó élmény neki. Igen, hát ez döbbenetes, amit mondasz, hogy még ugye nem is szeretnének interjút és tényleg ebbe bele vannak, hát igazából kényszerít. hogy gyakorlatilag az iskolai felelések jutottak erről eszembe, tehát az pont ez a szituáció, hogy hát akkor menjél ki, és majd ott egy kicsit foggatunk, és ott is egy jó tanár ezt át tudja fordítani arra, hogy a végén egy jó élménye legyen a diáknak kevés jó tanárom volt, így vele gondolva a felelési élményeimre, de igen, igen, igen. És te jó tanár vagy ezekben az interjúban? <laughs> nehéz kérdés egyébként. Én állítólag jó interjúztató ember vagyok, legalábbis. Ugye... De, de azt a részét te is látod, hogy milyen nehéz, nem? Tehát az már többször beszéltél arról, hogyha kollégákkal vagy másokkal beszélgetsz, az interjúztatás, tehát a kérdések feltevése, az az nagyon nehezen megy. Még ilyen szakmai szinten is, ahol az érzelmi dolgokat nem is kell belevonni. Nyilván ez, a figyelmesség ugyanúgy egy komoly faktor, ahogy te is mondtad. De. Ez műfaj kérdés. Ugye a mérkőzések, a különböző labdarúgó mérkőzések előtti 90 másodperc, az szerintem a szakmánk egyik, hanem a legnehezebb műfaja. Uh -huh. Két lényeges kérdésed van, ne legyen sablonkérdés, érdekelje a nézőt, érdekelje az edzőt, aki amúgy a mérkőzések koncentrál, és lehet, hogy az uh -huh. állását félti. Nekem az én karakteremhez, személyemhez a mély interjú az sokkal jobban illik. Amikor Tehát a hosszabb, lejüzünk, a... 20 percen keresztül beszélgetünk. Ez egy, az egy nagy, az, az beszélgetés, tehát nem interjú. Szóval, és ez egy, az egy, nagyon nagy élmény, és általában úgy szoktam azokról a beszélgetésekről felállni, hogy az mindkét fél számára egy jó élmény. Mm. Egyébként a, szintén elhangzott még, hogy a, a meghallgatás szerepe a kérdezések után, tehát hogy ez, ez szerintem nem lehet elválasztani, hogy mi csak kérdezünk és, és érdeklődünk, hanem, hanem ha ahhoz nem társul egy, egy meghallgatás, egy türelem, akkor gyakorlatilag nem érez egyik a másik nélkül semmit. És nekem én nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem ebben van hatalmas nehézségem. Szóval én azt érzem, hogy kérdezni, azt, az, nem azt mondom, hogy tudok, én nem jelentem ilyen, ilyen bátran, de hogy arra oda tudok figyelni, meg tudom látni, hogy a másikkal mi van. Viszont, viszont, amikor ő már mesél róla, akkor nem azért, mert nem érdekel, hanem én, nem, nem tudom. Már gondolkozol hogy... a következő kérdésen. <laughs> egy kicsit tényleg, vagy, 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 az ember úgy van vele, hogy akkor realizálja, hogy jó, azért tényleg tudtam, hogy ezt fogja mondani, de, de nem tudom, nekem ebbe kell nagyon fejlődjek. Nem könnyű egyébként, maga, maga a beszélgetés, mint műfaj, az egyáltalán nem egy könnyű dolog, főleg olyan emberek esetében, akik mondjuk nem olyan szoros kapcsolatban uh -huh. vannak, hogy mondjuk egy, egy tekintetből megértsék egymást. Egy, egy, egy bicentésből már tudják, hogy mire gondol a másik. De mondjuk szerintem ez abszolút így van, de még ezekben a nagyon ismerős helyzetekben is fent áll az az alapigazság, hogy, hogy nem ismered a másikat teljesen. Tehát, hogy igaz, hogy könnyebb a kommunikáció, és könnyebb megérteni, és nem félreérteni egymást, de, de talán pont erre az ismerettségre kell egy kicsit úgymond rácáfolni, hogy, hogy, hogy azt mond, hogy mégse ismerem teljesen a másikat, mondjuk akivel legközvetlenebb kapcsolatban vagyok, és, és hogy kíváncsi kíváncsi tudjak rá maradni, ahhoz kell folyamatosan ez a vágy, hogy ne csak a bicentését ismerjem, hanem, hanem valahogy ezt az egész embert próbáljam meg minél jobban, minden nap megismerni. Na ezzel teljesen egyetértek. Tehát, hogy valahogy ez egy ilyen Tulajdonsága igazából a szeretetnek, hogy, hogy meg akarom a másikat ismerni, és hogy csak akkor tudom tényleg őszintén azt az illetőt ö, szeretni. Úgyhogy Megint... valahol ehhez kell a kérdés, tehát ö, nem csak a kérdés kell ehhez, mert a megismerésnek is számtalan módja van ö, az életünk során, de néha kell az, hogy én kezdeményezzek, és valahogy ez a kezdeményező képesség, amit szintén itt kapirgáltunk azért. Igen, ez hogy egy egy, a kérdésekben ez mennyire rejlik benne valójában? A kíváncsiság? Nem, nem hanem nem az, az nem hogy elményzés. hogy konkrétan erre én nálad most rákérdezek, Zoli, hogy miért ezt a kockás inget vetted föl. És a nem pedig az... ezt adta rám, de. <laughs> de okay. szerintem ez bátorság is kell. Tehát főleg, ha mondjuk véleményt kérdezünk ki. Akkor, akkor, akkor fel kell vállalni, vagy mondjuk segítséget kérünk, vagy olyan szempontból tesszük fel a kérdést, hogy valamit megtudjunk, ami, ami, ami egy információra kérdezünk rá, ami nekünk nem áll birtokunkban. Szerintem az ilyen típusú kérdések, ha bár olyan egyszerűen hangzanak, talán, talán ugyanúgy nehezek, mert, mert egyrészt el kell ismerned, hogy te valamit nem tudsz és azért kérdezed, és a másik feltételezhetően tudja. Tehát van egy ilyen kis hatalmi játék. Most nem azt mondom, hogy a legszorosabb emberi kapcsolatokban, hanem unblock, és ezen kívül pedig, pedig tényleg az a bátorsága, hogy megszólítsunk. Szerintem, ha most egy picit elmegyünk a, a, a szűkebb emberi kapcsolatoktól, akkor ez egy nagy átlagban egy nagyon nehéz dolga a társadalomnak, hogy nehezen szólítunk meg embereket, és nem csak kérdésekkel, hanem bármi, bármi terén. És itt szerintem az internet egy hatalmas, ö, ö, hát nem, nem azt mondom, hogy tehát egy nagyon nagy változást hozott. Mert korábban, mondjuk, ha volt egy szakmai kérdésed, volt bármilyen kérdésed, akkor ugye oda kellett menni ahhoz megkérdezni, akkor mm -hmm. mondjuk a boltban, hogy ez a teljes Pontosan, Igen. vagy mondjuk volt egy kérdésed a, a hitéletedben, ugye ez is egy, egy komoly mm -hmm. dolog, vagy vagy, vagy inkább a szakmai tudom mondani, akkor az adott emberhez kellett menni, most pedig az internetre rá keresed, hét, hét, pontosan, hét, hét. és minden... És mindenre megkapod a választ. Tehát, hogy, hogy nem kell ezért emberekhez fordulni. Vagy fordulj. úgy érzed, legalább. Hát, vagy úgy érzed. Meg ez azért izgalmas, mert én például sokkal szívesebben ragadok néha billenkizetet, hogy egy kis konfliktus kellős céljából mondjuk valakinek érek, mint hogy mint egy telefon ragadjak, hmm. és a személyes kapcsolat, ami, ami már egy ami arra egy nehezebb, vagy valahol, hogy mondjam, kicsit kimész a komfortzónából, mert igen. nem úgy értem, hogyha telefonálsz, kimész, kimozdulsz, hát ennyire nem vagyok emberkapcsolatokat elkerülő ember, de hogy mégiscsak egy könnyebb megoldás, könnyebb megoldás írni egy e-mailt, azt a Arcalan név, hát már olyan értelemben, hogy mégiscsak igen, nem kell azt a, például a viszontválasznak a lehetőségét elkerül az ember, azt az azonnalikó és valahogy ez, fú, ez igen, ez szomorú. De, de ez a... még szerintem nagyon a konfliktus kerülésnek a, velejáró. velejárója. A magas iskolája. Mert, <laughs> például én, 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 ettéren nem tartom magamat ilyennek, én inkább attól félek, nem feltétlenül attól, hogy ott a személyes találkozásban mondjuk lehet, hogy én rosszul jövök ki, nyilván nem jön ki rosszul az ember, ez szerintem egy ilyen automatikus reflex, a konfliktus kerülő, de számomra nagyon komoly dolog, hogy, hogy én attól félek, hogy nem, hogy, hogy nem, nem, leszek elég intelligens, vagy nem tudok jól feltenni egy kérdést, mondjuk a, a szak tudásra vonatkozik, vagy valami szakmabéd mert, mert nem tudok, nincs elég információ számomra, hogy, hogy a kérdést egyáltalán jól fogalmazzam meg, és nem tudom, nekem ez a, ez tart vissza sokszor, mm. hogy mondjuk akár egy órán is valamit megkérdezzek, mert... Ja, hogy puszan, tehát a megformáltsága a dolognak. Igen, hogy, hogy mi van, hogyha amiatt, hogy nem értem, amire rá akarok kérdezni, nem tudom úgy megfogalmazni a kérdést, hogy abból... Hogy nem jön létre a való kommunikáció, igen. hogy nem fognak megérteni téged? Hát igen, mert a hogy pontosan semmi csak szó, hogy elbátortalanod. na ha, most e kapcsán engem az tényleg érdekel, hogy szoktátok-e megkérdezni másoktól, hogy hogy vannak? Hát, Meritek-e ezt a kérdést használni, és, és, és működik? Én inkább azt szoktam megkérdezni, hogy, hogy nem, hanem hogy reflektálni egy, 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 adott dolgára az nap. Tehát, hogy tudom, hogy nagyjából hogy megy a napja, és akkor nem csak felteszem a kérdést, hogy hogy vagy, hanem mondjuk tudom, hogy neki ma volt egy ilyen előadása, vagy egy ilyen meetingje, akkor valahogy arra próbálok rákérdezni, hogy na azzal mi a helyzet. És akkor abból úgy kibontakozik, hogy amúgy ő hogy van, de egy picit azt látom, hogy jobban átjön, hogy én követem az ő életét. Én is szeretem alkalmazni. Igen, mert pont ez a hogy vagy kérdés, ez, amit beszéltünk a beszélgetés elején, <gül> használódott <gül> és sokszor. Nehéz. Nekem az a problémám ezzel a kérdéssel, nehéz erre őszinte választ adni, mert nem tudod ebből a kérdésből még nem derül ki, hogy másik, a másikat tényleg érdekli -e, hogy hogy vagy. vagy hát csak mondom, felteszi? hogy azt hiszem, hogy van, amikor kiderül, de ez nagyon ritka. Hát te nem kell, online kérdezed figyelmi. meg. Hát online teljesen értem. De, de te hogy vagy ezzel a kérdéssel? <laughs> Ö, ezt már említettem, de hogy én, én, néha azért szoktam ezt használni, amikor tényleg egy olyan emberhez fordulok oda, akivel jó bizalmi viszony van, nem tudom, nap leültünk egyik bérmafiammal ebédelni, és tőle, amikor ezt így megkérdeztem, akkor értette, hogy ez arra vonatkozik, hogy tényleg elmesélheti, mert én tényleg kíváncsi vagyok rá, és ő tényleg el fogja nekem mondani, mert van egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy egyébként mi az, ami aggasztja, mi az, ami örömet okoz most neki, mi az, ami foglalkoztatja, mi mindent csinál mindennapjai során. Meg talán nem csak az, hogy bizalom, bár nyilván ez, ez az egyik legfontosabb, ami, ami egyébként ámblok a kérdések terén eljön, hogy te megbíz abban, aki kérdezi, hogy tud, hogy, hogy ő milyen szándékkal teszi ezt kvázi, de azért a találkozásnak a gyakorisága is. Tehát, hogyha mondjuk te valakivel nagyon ritkán találkozol, most nem azt mondom, hogy te a bérmafiaddal ritkán találkozol, de én például fogok hétvégén találkozni barátnőmmel, Évek óta nem láttam. Nem. És nyilvánvaló, ha neki felteszem a hogy vagy kérdést, akkor egyértelműen látni fogja, hogy most én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy mesélje el, hogy vele mi történt. Ez az elmúlt években. Igen. Viszont, hogyha egy mindennapos kapcsolatba ezzel kezdem, majd meglátom, hogy na, hogy vagy, akkor lehet, hogy mint az angoloknál ez a how do you do, ilyen csá, hmm. körülbelül ezt jelenti. Tehát, hogy Úgyhogy ezért talán ennek Jó, is van egy. Kösz, szia. Igen. Tehát ez egy nagyon bénasz voltok, amikor tényleg nem tudunk más hogy vagy. Jó, köszi. Akkor szia. Úgyhogy a mindennapokban ezért fontos tényleg ez, a, amit, amit mondtunk, hogy úgy specifikusan egy-két dolgot kiemelni, követni a másiknak a, az érzelmi Hát igen, ha tudom, hogy mi be van benne és mi történik vele, akkor persze könnyebb arra rákérdezni, ami kicsit egyenértékű lett valóban. Ez a két kérdés, én értelemben. Azt gondolom, igen, pont akikkel így viszont napi szinten kapcsolatban az ember, és mondjuk nem azért, mert csak pusztán úgy alakítja az élet, hanem mert valóban mondjuk barátainak mondhatja őket, akkor... Ott, ott mégiscsak valahogy ez az alapkérdés, ez az, ami igazán fontos, és sokszor nem azok a, a részletek, amik, amik, amik ugye pillanatnyi, a felszínes részei az életünknek, amik történnek, és, és nem baj, ha, ha tudunk egymásról, de hogy, hogy sokszor pont akikkel így, így rendszeresen beszélünk, ott talán nehezebb is áttörni az, hogy de amúgy, de amúgy mi történt benned, vagy most, vagy most mi, mi az, ami benned van, vagy, vagy, vagy hogyan vagy itt. Ö, és ez nehéz, mert hogyha csak arra kérdezünk rá egyébként, hogy Egyébként nem tudom, sikerült-e beszerezni azt a 80 darab A4-es a boltba. Igen, vagy a mosogatógépet visszavitted a szervízbe. És akkor mondja, tudom. hogy igen vagy nem, és akkor mi van? Igen. Nem, tehát ez is benne van. És, és szerintem most, hogyha egy picit a is síkra terelem ezt a kérdezés tematikáját, akkor ott nagyon előjön, és ezt sokszor hallottam már, meg a szüleim is mondják, igen. hogy ahhoz, hogy fenntarts egy szerelmet hosszú távon, mert ugye sokan aggódnak attól, hogy jaj, mi van, ha kiszeretek belőle, vagy mit tudom én, hogy jaj, hát lehet, hogy már megunjuk egymást, vagy elfejlődünk egymást, mert hát vannak ilyen szörnyű mondatok, és akkor... És akkor Előző adásaink tartalmából. És akkor, ott jelenik meg az, hogy a megújulás képessége. Tehát, hogy, hogy a másikról azt kell feltételezni, hogy mindig tud nekünk újat adni, mutatni magából. Hiszen visszatérek oda, hogy nem tudunk valakit megismerni. Igazán plusz változunk. Plusz változunk. Így, így van. És, és, a és akár a szerelemnek a fenntartásához, most nem ez a lila ködös dologról, vagy köd, hogy hívják, ról beszélek, hanem á, egy, utána egy picit olyan már tudatosabb formája ennek, vagy nem tudom, ezt hogy hmm. hívják, szakma फिलग <laughs> hogy ott nagyon fontos az, hogy bele tudjunk szeretni a másikba újra és újra, és ez az kell, hogy a másik tudjon nekünk újat adni, és az, hogy ő tudjon újat adni, sokszor nekünk kell ezekre rákérdezni, hogy, hogy észrevegyük, hogy tudjon válaszokat adni. És ez a másik nagyon fontos, a válaszadás. Mert szerintem az legalább olyan fontos, mint a kérdezés. Mert ha te megkérdezed, és látszik az érdeklődésed, de, de te úgy gondolod, hogy én most ezt minek osszam meg, fáradt vagyok, nincs kedvem belemenni ebbe a beszélgetésbe, akkor az az úgy meghal. Maga a kérdés is egyébként egy nagyfokú önzetlenséget árul el, mert nem arról kezdek el beszélni, hogy velem mi van, Így van. hanem megkérdezem a másiktól, hogy. Ez hogy vagy. jó pont. És ez a párkapcsolatban is szerintem egy nagyon jó pont. Nekem, ha a saját házasságomból merítek példát, mert pedig, jó, hogyha a saját példámat hozom, ott a kérdésig mindig eljutok, de a válasz meghallgatása az néha néha nehéz, ráadásul a drága feleségem, ő, ő hála Istennek, de komolyan veszi a kérdést. Uh -huh. Tehát ő tényleg elmondja, hogy hogy van, és tényleg részletesen elmondja. De jó. Egyébként ez szuper. Ez hatalmas dolog. Csak valamikor alibiből kérdezem, meg tudod, nem? Csak te vagy. És akkor ott a gesztus, igen. Tehát az egyébként is önmagában egy, jó pont a gesztus, és, és, és az eltök őszinte, de hogy néha energiát vesz igénybe az is, hogy, hogy valóban meghallgassuk a másikat, meg az azt érezze, hogy ott van ez a figyelem. Igen. Ne egy gesztus legyen, hanem tényleg, ha megkérdezed a másiktól, hogy hogy van, akkor érdekeljen is téged. Ez minden kérdés igaz. Azt hiszem nem csak erre az egyre. Hogyha valamit kérdezel, ha úgy döntesz, hogy kérdezel. Azt hitelesíti, akkor jelen vagy. Fogad, vagy a válasz. Igen, és, és, szerintem még az is egy fontos pont, ez nem tudom, hogy rátok jellemző, -e, de ez nekem megint egy nagyon rossz jellemvonásom, és ezt szintén a kapcsolataimból látom, hogy ez sajnos így van, hogy sokszor elvárok egy választ. Tehát, hogy hogy, hogy úgy, most nem feltétlenül hogy vagy kérdésre, de de hogy megkérdezem mondjuk a véleményét, na az nagyon veszélyes, és akkor ott van, hogyha mondjuk én tényleg kíváncsi vagyok, és, és, és meg akarom tudni, de nem épp úgy fogalmazza meg, vagy nem úgy mondja, akkor én néha magamon veszem észre, hogy te jó ég, most, most ideges lettem arra, hogy ő kvázi nem adott jó választ, holott pont, amit te mondasz, egy kérdésnek az lenne a lényege, hogy kellő önzetlenséggel tudjuk azt mondani, hogy hogy te rád vagyok kíváncsi, és arra, amit te mondasz. Nekem ezt kell még szintén nagyon tanulni. És már ez is a sebezhetőség. Nem csak az, hogyha őszintén válaszolok, hanem hogyha valakit őszintén hallgatok Igen. meg. Mert érhetnek engem különböző hatások, lehet, hogy egyszerűen csak bosszant, lehet, hogy valami olyat hoz elő bennem, hogy ez kifejezetten így, így rosszul reagálok rá, hogy valamit megmozdít. És akkor igen, tehát azt gondolom, hogy pont ezeknek az ilyen kommunikációs helyzeteknek, hogy ezeknek a kérdés-válaszoknak beszélgetéseknek valahol ez egy nagy tétje, hogy, hogy tulajdonképpen kicsit a, másik felé megnyílok, mert, mert különben azt érezzük, hogy, hogy művés tulajdonképpen semmi nem történik. Tehát ez egy kicsit olyan helyzet, hogy, hogy kell ahhoz bátorság, hogy az ember megnyerje. tulajdonképpen merésség aztán... ott kerested, nem? Merészség? Hát ez egy kicsit olyan negatív konnotációja van. Hát nem, szerintem ebben a kérdésben. Ez olyan vak állam Ahhoz kapcsolódik. De persze ez, ez nyilván egy szubjektív dolog. Na, minden esetre én csak azt szeretném ezzel mondani, hogy tulajdonképpen igen, van rizikófaktor, van kockázat minden őszinte beszélgetésben. De sokkal többet nyersz vele? Sokkal többet nyerhetsz vele, igen. Én elképesztő állásom emlékszem vissza fiatalkorom, de nem, de a régi nagy beszélgetésekre, amiket mondjuk gimnazistaként az azóta is legjobb barátaimmal folytattam. És ez egy, az egy külön podcast téma lenne, hogy milyen érdekes, amikor az ember idézi ebben felnő, és ezek a barátságok átalakulnak abban a szempontból, hogy már nem minden nap találkozol már nem minden hétvégén, hanem azt kérdezett meg fél évente, hogy mi is a másikkal, de amikor leültök beszélgetni, akkor ugyanott, ugyanott folytatjátok. folytatjátok. Igen, ugyanott. Sokat és ez egy ez egy nagyon fontos mérlege szerintem annak a barátságnak a minőségének, hogy és ott aztán tényleg érdekel, hogy a másik ami van. És szerintem még egy olyan része van az életünknek, ahol a kérdés, vagy hát ennek a kérdés-válasz beszélgetésnek a szerepe nagyon is előjön. Az mondjuk, amikor valakitől azt kérdezzük, hogy mi zavarja. Tehát, hogyha vagyunk vele egy olyan kapcsolatban, hogy azt érezzük, hogy lehet, hogy valamit elrontottunk, vagy valamit mondjuk nem jól csináltunk, vagy csak azt látjuk a másikon, hogy ú, most vele valami van, akkor ezt a kérdést úgy feltenni nyilván, hogy ő azt értse jól. Tehát, hogy ez nyilván is szoros kapcsolatban. De, de. De feltenni. Mert szerintem vannak olyan emberek, személyiségek, akik maguktól nem feltétlenül mondják el azt, hogy őket mi zavarja. Az a, a mi bánt, és a mi zavarja az ugyanaz? Ö, hát szerintem a bánt az egy picit erősebb. Tehát a bánt ahhoz már lehet, hogy te tudod, hogy nagyon most akkor tényleg már nagyon elrontottam, vagy legalábbis szerintem, mert a zavar, azok a kicsi dolgok is lehetnek, hogy nem tudom, most éppen valaki megint ott hagyta a mosógépbe a mosás, vagy most ha megkértem, hogy mosó. Igen, de azt hiszem, hogy a Kati kérdés olyan szempontból egy ö, hiányos kérdés, hogy itt benne foglaltatik, vagy értendő az is, hogy, hogy bennem, vagy velem kapcsolatban, vagy olyan dolgokkal kapcsolatban, amit tudok változtatni én magam, Igen. Amit tudok segíteni. Úgy mi zavar. És ettől nagyon félünk szerintem ettől a kérdéstől feltenni is, és kicsit úgy megválaszolni is. Igen, mert itt a tét valahol az, hogy magadat a másik tükrében láthatod meg. Ami megint csak segít és épít téged, fejlesz az önismeretben. De természetesen ezek olyan dolgok, hogy, hogy megint komfortzónából kimozdulás, a növekedésnek gyakorlatilag a, a kritériuma. Egy ilyen kérdésnél ez abszolút benne van a pakliban, sőt elkerülhetetlen, sőt, elkerülhetetlen. Szerintem még ha ebből mondjuk egy vita is alakul ki, mert nyilván befogadni az, hogy te valamit nem jól csináltál, az egy hatalmas, szintén önzetlenséget igényel, hogy akkor nem voltam a legjobb, ez nem nagyon nehéz egy emberi egónak befogadnia, és Én és talán itt, itt, van az, hogy még a veszekedés, vagy vit nem veszekedés, inkább vitába torkolik, még az is nagyon jó, mert még ott is meg tudod magadat és a másikat is ismerni, hogy hogy viselkedtek, mi jön elő, stb. És olyan helyzetben, amikor megkérdezed, hogy, hogy mi zavar, és nyitottan vagy jelen, mind a két fél nyitottan van jelen, akkor megtörténhetik az a, az a, varázslatos dolog, hogy a másik, vagy ha én, ha megkapom ezt a kérdést, elkezdek beszélni, és valahogy abban a szerető figyelemben el tudok olyan dolgokat, amiket hát magamnak sem mondtam el, mert ott születik meg maga a felismerés, az, hogy valamit össze tudok tenni, vagy meg tudom érteni. Más mentális ö, helyzet is az, más mentális munka az agy számára is, amikor egy valódi személyes beszélgetés van. Máshogyan gondolkodunk. És inspiráló tud lenni a figyelem. Valahol a szent lélek fújdogálat tulajdonképpen. A másik által. És ahogyan a másiknak a, a szemében látom, az egész habitusában és jelenlétében azt az őszinte figyelmet, az egyszerűen sokkal többet tud kihozni magunkból, belőlünk, mint hogyha magunkban tépelődnénk, mint hogyha befelé fordulnánk. Ez is egy kicsit egyébként a szeretetnek a logika, ez a kifelé megnyilás, és, és sokkal több jön ki az emberből, és, és, pont ezért nagyon fontosak ezek a kérdések, mert hogyha ezt két ember, több emberek csoport meglépi, őszintén tudnak valamit feltárni, de a jó dolgokról is megnyilvánulni. Tehát nekem olyan élményem is van, hogy, hogy nagyon mély pont, mindenki le van terhelve, és és tulajdonképpen mondtam, hogy üljünk össze egy körbe, annak a bizonyos csoportnak voltam így akkor vezetője, és most csak, csak annyi, hogy tényleg hogy vagytok, vagy most így, így, így mi az, amit megéltek. Hát elképesztően felszabadító volt. Egyrészt az, hogy mindenki, ha, ha őszintén nyilvánul meg, akkor, akkor ott, ott valamit érzel a légkörbe, hogy, hogy ez bizsergető, hogy már önmagában ezzel maga ajándékozzuk egymást. Másrészt te magad egészen máshogy tudod látni azt a helyzetet, egy csomó minden pluszt előhoz belőled. Harmadrészt pedig ott az egy nagyon pozitív élmény, mert mert tulajdonképpen mindenkiből végső soron a hála jött elő, és amit addig nem mondtunk ki, mert nem mondtuk ki, mert, mert csak dolgoztunk, meg hajtás volt, meg egyik feladat a másik után, stb. 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 Volt egy pillanat, ami megállás volt, volt annak egy csöndje, volt egy közös figyelmi helyzet, és végre volt lehetősége a jónak előjönni. Amire az előző adásban beszéltünk, hogy a csöndben születik az élet, ott tud jelen lenni biz a jó Isten is, és ott tudunk a jó dolgokra odafigyelni. Ez is egy tétje egy beszélgetésnek és a figyelmünknek. Szerintem ezt az állapotot, most visszatérek arra a kérdésre, hogy mi zavar, úgy is el tudjuk érni, ami gyakorlatilag szinkronban van ezekre a dolgokkal, amiket te mondtál, és az az, hogy az emberi bizalom tehát az az állapot, hogy, hogy, el tudok mondani, és azért mondom a zavar dolgot, mert talán ott nagyobb a tét, mint egy hogy vagy kérdésnél, el tudom mondani, és meg tudom hallgatni a másikat, és hogyha mi ebben egyet tudunk érteni, hogy erről lehet beszélni, akkor ez egy olyan bizalmi szint, aminél jobb talán egy kapcsolatban már nem is lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a amiket te elmondtál, azokkal kiegészítve talán ez a legfontosabb, és ez a, és ez a, lényege annak, hogy, hogy kérdezzünk, és legyünk kíváncsiak. Mert hogy kérdezni jó dolog, meg beszélgetni jó dolog. Arra gondoltam, hogy instán tenünk egy olyan kérdést, hogy mikor volt utoljára igazán mély beszélgetésben részed, amely személyes hangvételi. Erre a kérdésre keressük a választ, ne felejtsétek el. És Én... kíváncsiak vagyunk. Így van. Pontosan. És nem de tényleg. Nem tudom, mit akartam mondani, mint ne felejtsenek el, mert én elfelejtettem. Mi megkezdjük a következő podcast adás fölvételét, úgyhogy tűnik egyet. Köszönjük, hogy itt voltatok, ma is velünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.